A Hannoveri Agritechnika kiállítás a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági gép kiállítása és vására. Mit jelent ez neked, ez a kiállítás? Hát a világban jelenleg két nagy kiállítás van, ahol a valós innovációk és azok az újdonságok meg tudnak jelenni, amik napjaink mezőgazdaságának a korszerűségét és annak a hatékonyságát tudják segíteni. Az egyik az Egyesült Államokban évente megrendezendő Farm Progress Show, a másik pedig itt Európában az Agritechnika. Ezeken a vásárokon végiglátogatva, végignézve az, hogy a különböző beszállítók, különböző gyártók mivel állnak elő, elég jól le lehet azt követni, hogy az elkövetkezendő néhány évnek, de akár az elkövetkező 5-10 évnek a mezőgazdaságában mik azok a novumok, amelyek segíteni fogják a gazdálkodókat a minél hatékonyabb és minél eredményesebb termelésben. Ezek közül melyiket tartott te a legfontosabbnak, hiszen nagyon sokféle dolgot látunk itt, munkagépet, erőgépet, műholdtechnikát is még sorolhatnám. Egy ideje az én véleményem már az, hogy azt, amit vasba le lehetett fejleszteni, annak valahol a határához ért el a mezőgazdasági technika. Lehet ezt még csiszolgatni, lehet polírozgatni, de igazából nagyon nagy változások, nagyon új technológiák nem nagyon tudnak megjelenni. Én úgy gondolom, hogy a jövő zenéje és a jövő jelmondata az, hogyan tudjuk ezeket egységbe szervezni, és egy olyan technológiával, technikával támogatott üzemszervezést létrehozni, ami ezeket a gépeket egy egységbe, egy szervezetbe varázsolja, és egy olyan kapcsolatot hoz köztük létre, ahol is a különböző megképződő információk, hát mint egy agyneuron rendszerében állandó kapcsolatot teremtenek egymással, kiértékelésre kerülnek, és ezek alapján lehet önálló döntéseket létrehozni a különböző műveleteknél. Ez, amit most itt elmondtál, ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a precíziós gazdálkodásnak egyfajta fogalma. Értelmezhetjük úgy is, bár ugye a precíziós gazdálkodás nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni, nagyon sokfajta definíciót lehet neki adni. Az egyik vetülete mindenképpen az, hogy a különböző gépegységek, amelyek önállóan dolgoznak, és ezeket az adatokat, amelyeket az önálló munkájuk során feldolgoznak és kinyernek, hogyan tudják tovább értékelésre, akár tovább értékesítésre tovább küldeni a géprendszer többi elemének. A John Deere standján nagyon sok újdonságot láthatunk, új fejlesztést, innovációt. Ezekből az újdonságokból mi az, ami el fog jutni a magyar gazdákhoz? Hát minden, ami piacra kerül. Természetesen a Kite ZRT folyamatosan kapcsolatban van a John Deere-ral, mint gyártó céggel. Ezekről a fejlesztésekről folyamatosan értesítéseket kapunk. Némelyikben ezt így halkan el is árulhatom, talán még egy kicsit bele is vagyunk vonva. Természetesen az új traktorsorok, ezek már jövőre megjelennek a magyar piacon, ezek a legfrissebb fejlesztések, néhány munkagép, új nagykockabálázó jelent meg, kiegészítő eszközök, illetve láthatunk olyan eszközöket is, amik mondjuk az elkövetkezendő 2-3 évben fognak megjelenni a piacon, ezek inkább prototípusok, illetve munkagépgyártókkal közösen kerülnek fejlesztésre, azért a bizonyos, minél hatékonyabb közös üzemeltetésért. Láthatunk itt óriási drónokat, olyat, amit még nem is láttunk eddig. Milyen jövőjét látod ennek a technológiának, ennek a technikának? Hát ugye ez azért a vízió része a mezőgazdaságnak. Ugye amit itt láthatunk drónt, ez nem az a fajta drón, amit már ma is széles körben használunk, csak egyszerű légi felvételezésre. Ez már egy applikátor, amelyik azonnali beavatkozást mondjuk egy valamilyen munkaeszközzel, itt egy permetezővel van kiállítva, egy azonnali beavatkozást tesz lehetővé felvétel alapján. Ugye ez az a bizonyos vízió, vagy az a bizonyos 5-10 év múlva elkövetkezendő történet, amikor nem tudhatjuk, hogy a különböző fejlesztések, a különböző ötletek hova fognak kijutni. Hát előfordulhat az is, hogy a növényvédelmi beavatkozás gyakorlatilag a felvételezés követően azonnal megtörténhet a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon. A jövő mit hoz, ezt nem tudhatjuk.